A katócsugarak előállításához az atomokkal való ütközések elkerülésére 1 pászkál alatti nyomás szükséges. Ilyen alacsony nyomáson csak az üvegedény felületén várhatók fényjelenségek. A kilépéshez és a kellő sebesség eléréséhez szükséges magas feszültséget szikrainduktorral állítjuk elő. Az elektronok kilépve a katódból, arra merőlegesen, egyenes vonalban terjednek. Jól mutatja ezt a katódsugarak útjába helyezett máltai kereszt éles árnyéka.